Sziasztok! Az előző adásunkban bemutattuk nektek az Easy töltőt, az Easy töltő rendszert tulajdonképpen, viszont a szoftveres megoldásairól egyáltalán nem esett szó, ezt most pótoljuk be ebben az adásban. Hogy is indult a telepítés? Először létre kell hozni egy szájtot. A szájtot ugye egy helyszín alatt értjük, tehát nekünk itt a Access Point telephelyén a DAN üzleti parkot tulajdonképpen létrehoztuk az Easy appban. Erre lehetőségünk van, vagy weben keresztül, beregisztrálva az Easy-hez először, vagy van hozzá egy installer, egy Easy installer app, és ott is ugyanúgy el tudjuk végezni ezt az alapműveletet, hogy létrehozunk egy site-ot, és miután megvan a site, kapunk egy kódot, amivel a site-ot azonosítani tudjuk ezt a kódot kell megadni az első töltőnek, amit bekonfigurálunk, mégpedig úgy, hogy ö, access point módba tesszük, ez a leírásában benne, hogy benne van egyébként, hogy hogy kell csinálni, hosszan meg kell nyomni azt az egy gombot, ami rajta van, hiszem 5 másodpercig talán, és akkor AP módba áll az első töltőnk, akkor hozzá tudunk csatlakozni, a Wi-Fi hálózatához hozzá tudunk csatlakozni, és meg tudjuk neki adni, hogy melyik az a site kód, amihez mi szeretnénk ezt a töltőt hozzá kötni. Amikor ez megtörtént, akkor a töltőnk ugye LTE kapcsolaton keresztül a felhővel kapcsolatot létesít, és beregisztrálja magát a szájtunk alá, és ez az első töltő lesz, ami master töltünk. A master töltővel fogjuk tudni a többi töltőt is előkészíteni, mégpedig úgy, hogy ezt a master töltőt a töltő ajzatból kiszedjük, és rárakjuk a következő ajzatra. És abban a pillanatban, mivel hogy az ajzatba benne van egy NFC tag, ebből adódóan a töltő tudja már, hogy melyik szájthoz van hozzárendelve, mint master, és abban a pillanatban, mivel hogy hozzá csatlakozott az, alatt, alaplaphoz, ehhez a hátlaphoz, tudja, hogy ez az ajzat, ez akkor a szájt részét fogja ezentúl képezni. Ezután megfelelő villogásokkal jelzi, hogy ő elkészült, és ugyanezt a műveletet meg kell ismételnünk annyiszor, ahány backplate van, tehát ahány hátlapunk van nekünk, a mi esetünkben ez ugye négyet jelentett, pontosabban hármat jelentett, mert az elsőt azt a masterhez az már hozzáadta önmagát, és utána ezt a, a master töltőt három ö, ajzatba kellett beleilleszteni, majd pedig visszatenni az eredeti helyére, és utána mivel hogy előkonfiguráltuk ezzel a lépéssel, vagy ezekkel a lépésekkel előkonfiguráltuk a hátlapokat, a dobozból kivett szűz töltőket lényegében csak rá kellett takasztani arra a három hátlapra, amit ugye előkonfiguráltunk, innentől fogva azok a töltők automatikusan hozzárendelődtek az adott szájthoz. Amikor a szájtot létrehozzuk, akkor meg kell tennünk azt is, hogy beállítjuk azt, hogy összesen ami töltő csoportunk vagy akár csak egy szimpla töltünk, azt milyen biztosíték védi. Jelen esetben ugye a mi esetünkben ez egy 3x50 amperes biztosíték volt, ez a 3x50 amper, azt hiszem 36 kW talán összesen teljesítményt fogunk tudni ugye a töltő között szétosztani. Ez az, ami meghatározza, hogy a master mennyivel gazdálkodhat a különböző töltőkre. És, mint említettük, ez nem csak a teljesítménybalaszt jelenti, hanem fázisokkal is játszik, amit azóta kitapasztaltuk, egy, egy és két fázisú autók töltése esetén először az A töltő teszteli az autót, hogy milyen teljesítményt tud felvenni, majd leállítja egy pillanatra a töltést, és újraindítja, de akkor már rá, előtte ráhelyezi a legkevésbé kihasznált fázisokra a töltőt, pontosabban a rácsatlakoztatott töltőkábelt, előtte elvégzi ezt a műveletet, és utána azon folytatja tulajdonképpen a töltést. Így fogjuk tudni kihasználni a rendelkezésre álló kapacitásunkból a legtöbbet. Oké, töltünk, megvan. Beállítottuk a biztosítékot, maximális terhelést tudunk kivenni a rendszerünkből, nem csapjuk le a biztosítékot, gazdálkodunk. A tapasztalat az is, vagy az a tapasztalat is megszületett már, hogy ha ki van terhelve ez a 3x50 amper a mi esetünkben, és egy újabb autót teszünk rá, akkor az csak leteszteli a töltő, meg elkezdi az úgynevezett smart queening-et, ami azt jelenti, hogy a érkezési sorrendben optimalizálja a töltést, ami azt jelenti, hogy amikor valaki az első autó megjött, akkor az teljes teljesítménnyel tölti, a rá következő autókat is, ameddig van szabad kapacitás, és utána ö, a új autót, ami már nem, akinek, akire már nem jut kapacitás, annak a töltésével vár egy kicsit, addig, amíg csökken a többi autón a terhelés, és utána kezdi el tölteni. Ezzel oldható meg az, hogy érkezési sorrendben is legyenek feltöltve az autók. Jó, nézzük a webfelületet, hogy mégis mitvel találkozik a felhasználó, valamint mivel találkozik a üzemeltetője az adott szájtnak. Talán a egyszerűbb, hogyha én ezt elkezdem a felhasználó szemszögéből. Jó, hát a képernyőn láthatjátok a installer, meg az Easy appot, az Easy ugye a felhasználói. Tehát az egész úgy indul, hogy meghívást kapunk az adott sitehoz. Ezt a site owner vagy a site admin kategóriájú felhasználói tudnak meghívót küldeni az adott sitehoz, és miután kaptunk egy meghívót, utána a szájton lévő töltőket hozzá kell adjuk a applikációnkhoz, vagy pontosabban a userünkhöz hozzá kell rendeljük. Több opció is van egyébként az üzemeltetés számára, meg lehet azt csinálni, hogy kijelölünk bizonyos töltőket, amiket használhat az adott felhasználó, teszem azt a 30 töltőből kettőt vagy hármat, ahova parkolhat, de azt is megtehetjük, hogy az összes töltőhöz hozzáfér, és ez alapján, amikor amelyik szabad, ahhoz tudod a parkolni, és az, ott tudja kezdeményezni a töltést. A mi esetünkben az történt, hogy a mind a négy töltőt hozzárendeltük a szájthoz, elneveztük őket kvázi egyszerűen 1-es, 2-es, 3 és 4-esnek, Ezeket ugye egyszerű is felcímkézni a töltőkön, hogy melyik melyik, mert amikor odaérünk a töltőzők, akkor tudnunk kell, hogy melyiket, melyikre dugtuk rá a mi kocsinkat, mert azon a töltőn kell utána kezdeményeznünk az indítást. Ha az ekránhoz hozzáadtuk a töltőinket, akkor utána ki tudjuk választani, hogy melyik töltőt szeretnénk használni. Jelen esetben egyik, autó, egyik töltőre sincs autó kötve, ezért azt látjátok, hogy no care connected. Itt különböző státuszok lehetnek, lehet olyan például, hogy complete, ez ugye akkor van, amikor már a töltés befejeződött, de még rá van kötve az autó. De ha csatlakoztattuk az autókat, és még nem indítottunk töltést, akkor ez a képernyő fogad minket. Azt írja az hogy waiting for approval. Azért approval van szó, mert itt már arról van szó, hogy én mint user, mint Kálmán Gergely fogok töltést indítani, ami később majd az elszámolásban Kálmán Gergely nevű userhez fog ö, könyvelődni az a töltési mennyiség, amit majd most felveszünk az autóval teljesítményt. Ö, ehhez semmi más nem kell tennünk, csak a kék ikonra rákapcsolni, és ö, ebben a pillanatban elkezdi az autó tesztelni a kapcsolatot a töltő elkezdi tesztelni a kapcsolatot az autóval, majd kis idővel elindítja a töltést. Láthatjuk is, ahogy szépen lassan a teljesítmény az el fogja érni a 11 kw a három fázison. Tudjuk ellenőrizni a töltési sessionünket, hogy összesen hány kW-ot vettünk eddig föl, meg hogy mennyi ideig tartott ez az adott töltés, és Lényegében ennyi, mint felhasználó nem sok mindent kell csinálnunk, még leállítani tudjuk esetleg a töltést, bár ezt megtehetjük autónkból is, akkor is automatikusan lefogálni a töltés, és utána el tudjuk távolítani a töltőkábelt mind az autóból, mind pedig ugye a töltőből is. Szépen töltünk, 11 kW, három fázison, 3x16 amperrel. Tehát userként viszonylag egyszerű kezelnünk ezt a történetet, na de mit lát a felhasználókat meghívó? üzemeltető. Bejelentkezés után ez a képernyő fogad minket, ahol ugye értelmszerűen kis, csak kilistázza nekünk, hogy hány szájtunk van ez alatt a üzemeltetői felhasználó alatt, valamint hány termék kapcsolódik ehhez az accounthoz. By the way, egyébként innen is tudnánk töltést indítani, újra tudjuk indítani innen a töltőnket, lezárhatjuk a kábelzárat, abdételni tudunk, akár csoportosan, alapvető információkat láthatunk az eszközökről, beállíthatjuk, hogy mégis milyen színű előlapot kapott a töltünk, az ötféle lehetőségből, hozzáadhatjuk Wi-Fi hálózathoz, ha éppen lenne elérhető, és be tudjuk azt állítani, hogy szabad töltő legyen, vagy pedig csak meghívott felhasználókat szolgáljon ki, amik is töltünk. De akár töltést is tudunk indítani, mint az előbb említettem, ha rá lenne kötve egy kábel, abban a pillanatban tudnék indítani töltést innen. Ami azért jó, mert ha egy üzemeltető a recepción dolgozó asszisztensnek szeretne esetleg olyan feladatot adni, hogy vendégeknek indítson töltést, akkor ezen a felületen könnyedén megtehető, anélkül, hogy bármilyen. RFID tokent, mert ugye arra is van mód, hogy azt biztosítson, vissza kelljen sétálni az autóhoz vele, vagy akár egy apot le kelljen tölteni a recepciósnak, a webben ezt mind meg tudja látni, valamint azt is látja, hogy éppen milyen státusza van az adott töltőknek, töltenek-e, nem töltenek, esetleg, hogyha észreveszi, hogy befejeződött egy töltés, és tudja, hogy kihez kapcsolódik az a töltés, akkor tud szólni neki, hogy hagyja el a töltőt, hogy más odaférjen, stb. 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 Ezek már ilyen apró üzemeltetési kis finomságok, de ami nagyon fontos, hogy maga a szájt alapbeállításait, meg információit innen fogjuk tudni elérni, úgy, mint alapadatok, az, hogy ki az, aki az operátora a szájtnak. Itt nagyon fontos, ezt tudni kell, hogy abban az esetben, hogy ez egy, mint a mi esetünkben, ugye egy irodai környezet, és nem akarunk más töltő üzemeltetőt bevonni, akkor az EASY-t kell kijelölnünk, mint a gyártót kell megkeresnünk a üzemeltetők között, és így az EASY fogja végezni az autentikációt. Miért van erre szükség? Mert vannak olyan cégek, külföldön, Németországban például, meg Hollandiában is, akik ezekre a töltőkre közterületi töltést alapoznak, saját applikációt készítenek, abban kérik el a bankkártya adatokat, stb. és például bevásárlóközpontok parkolóiban Üzemeltetnek a bevásárlóközpont számára töltési lehetőséget. Oké, okay. hozzáférés. Ugye itt állítottuk be azt, hogy melyek azok a töltők, amelyeknek autentikáció szükséges. Be lehet állítani azt is, hogy a kilowattonkénti ár az mégis mennyi. Itt van egy kis elmaradásunk, mert még a gyártót nem vettük rá arra, hogy a forintot is listázza jó pár deviza nem itt van, a fonttól a svájci frankon át, az eurón és a dolláron keresztül mindenféle van, forint még nincs, de majd lesz, ezt ígérjük, és amennyiben beállítottuk, hogy mennyi a kilovattonkénti ár, akkor meg az áfa szintjét is ugye be tudjuk állítani, abban a pillanatban nem csak azt látjuk, hogy hány kilovattot használt a mi töltőrendszerünk, hanem ezt forintba is ki tudjuk mutatni, akár per user szinten is ugye tudjuk menedzselni értelemszerűen a usereket, tudunk meghívni usereket, be lehet állítani, itt a telefonszám alapján működik a, a meghívás, a regisztráció során mindig meg kell adjuk a telefonszámunkat, az valamivel egyszerűbb, mint hogyha e-mail címet kellene félregépelni. De azon kívül a usereknek itt tudjuk a különböző státuszait is állítani, például, hogy admin, vagy csak sima user, vagy akár ónere az a user, akit listáz a rendszerünk. Ugye ownership csak azt tud átadni, aki owner. Admin ki tud jelölni usert, user nem tud kijelölni admin se owner-t. Jó, a dashboard is itt jelenik meg, itt vannak a töltőink, mindenféle státuszt látunk, hogy milyen, LTE, milyen, milyen jelszinttel kapcsolódik az LTE hálózatra, vagy akár a Wi-Fi-re, hogyha lenn, a nálunk ugye lenne Wi-Fi, de itt, itt, itt szintén visszajutunk ugye arra oldalra, ahol különböző beállításokat tudunk végezni. És a legfontosabb a site structure. Itt látjuk azt, hogy a általunk beállított 350 amper az éppen hogy van kiterhelve. Hát jelenleg ugye mi nem töltünk ebből adódóan, itt nem látunk semmit, de itt szépen látható az is ezen a felületen, hogy ha egy site-on vagy egy területen, egy helyszínen nekünk esetleg több töltőcsoportunk van, amelyeket különböző biztosítékok védenek, tehát nekünk mondjuk lenne itt egy második áramkörünk, ami nem 3x50 ampert tud, hanem mondjuk 3x25-öt, és beállítanánk azt, hogy viszont a telep teljes bejövő árama csak 3x50 amper, akkor attól függetlenül, hogy hogy vannak a biztosítékok, meg a áramkörök kialakítva a telepen, attól függetlenül a két áramkörre maximálisan 50 ampert, 3x50 ampert menedzselne, nem pedig Két külön rendszerbe egyszer 25-öt, meg egyszer 50-et, mert ez is előfordulhat egy telephelyen, egy plázában, egy nagyobb ö, objektumban erre simán van mód, hogy attól függetlenül nagyobb biztosítékot szeretnénk oda tenni, mert a teljes rendszer kihasználatlansága esetén az az egy szájt is gazdálkodhat akár 350 amperrel, ami az össz autókra allokált teljesítmény. Jó, ezt már láttuk. És itt jön még egy nagyon fontos dolog, kimutatásokat tudunk lekérni a rendszerből, hogy mégis milyen töltési ciklusok történtek a mi töltőhálózatunkon. Elég sokféle módon az egész szájtnak, vagy akár csak az áramköröknek a különböző fogyasztási adatait kérjük le. Számunkra itt most jelen esetben a legfontosabb talán, hogy a különböző felhasználók mennyit töltöttek a különböző töltőkön, és mindezt ugye kumulálva fogjuk most lekérni PDF formátumban és láthatjátok is, hogy itt van hat felhasználó, és látható, hogy ez a kért időszakban, tehát 5. hó 23 és 31 között, én voltam az, aki a legtöbb áramot vette föl. <hül> ezek a háromfázisú autók, ezek, ezek, ezek viszik a primet, a hibridek nem esznek olyan sokat. Jó, röviden ennyi, amit szerettünk volna veletek megosztani. Ebből jól láthatjátok, hogy mégis milyen lehetőségek rejlenek ebbe a töltőrendszerben. Ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, vagy bármilyen projektbe szeretnétek bevonni minket, vagy az általunk forgalmazott easy töltő megoldást, akkor ne habozzatok, írjatok az infokukacaccess.hu-ra, vagy a sziakukacokosotthonlabor.hu-ra. Továbbá kövessétek összes online tartalmunkat, úgy mint Instagram, Facebook, Youtube, és a legfontosabb talán a podcast. Sziasztok!